Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas, magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel is, mikor agyon verték.